10 újabb választási reformjavaslatot terjeszt elő a Mi Hazánk mozgalom. Az aránytalan és igazságtalan országgyűlési és fővárosi közgyűlési választási rendszer megváltoztatásának sikeres kezdeményezése után. Először is kezdeményezzük a választó jog írni-olvasni tudáshoz kötését, mégpedig nem azért, mert a Medián legutóbbi felmérése szerint a Mi Hazánk mozgalom szavazóinak körében a legmagasabb a pártok közül a diplomás szavazók aránya, hanem azért, mert a választási csalásokat elkövető pártok rendszerint azoknak a szavazatait vásárolják meg könnyebben, akik írni-olvasni sem tudván a szavazó lapon sok esetben nem is tudják elolvasni, hogy mi szerepel. A Mi Hazánk mozgalom szerint, ha a jogosítvány megszerzéséhez, gépkocsi vezetéshez szükséges alapfokú iskolai végzettség, akkor ugyanez elvárható az ország vezetésébe való beleszóláshoz is, ez a követelmény. A választójog bár általános, most sem korlátlan, hiszen például kiskorúak, illetve nevükben törvényes képviselőik nem szavazhatnak, illetve azok sem, akik akár 18 éves koruk előtt már dolgoznak. A szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötése után, még a cigányságra jellemző témáknál maradva, kezdeményezzük a szavazatvásárlás és a láncszavazás gyakorlatának megszüntetését, amelyek rendkívül nehezen feltárhatók, éppen ezért a megoldás ez esetben a rendkívül elrettentő mértékű büntetés kell legyen, ami távol tartja még a kísérlettől is a szavazatvásárlásra, illetve láncszavazásra készülőket. Harmadik pontként szeretnénk a választási csalás egy törvényesített formájának véget vetni, ez pedig a szavazók szervezet szállítása. A jelenlegi kormányzat javaslatára az került a hatályos törvénybe, hogy 9 fős mikrobuszig bezárólag lehet szállítani a szavazókat törvényesen. Kubatov listák alapján is folyik a szavazók szervezet szállítása, a szimpatizánsok szervezet szállítása természetesen, nem vaktában nyújtják ezt egyfajta szociális szolgáltatásként, hanem csak a saját szavazóiknak. Jellemzően a Fidesz járatta csúcsra a politikus bűnözés, illetve választási csalás-e törvényesített formáját. Negyedik pontként szívemhez talán legközelebb álló a visszahívhatóság intézményének megteremtése, hiszen a 2006-os öszödi beszéd társadalmi felháborodás óta törvényért kiállt, a visszahívhatóság intézményének megteremtése, a politikusok elszámoltatása. Melyhez viszont szükséges a képviselői jogállást is megreformálni. Ötödik pontként javasoljuk tehát a mentelmi jog eltörlését, sőt, dupla büntetést a politikusokra. Sajnos leszavazták már ebben a ciklusban a mentelmi jog eltörlés érdekében benyújtott alaptörvény módosításunk tárgysorozatba vételét. Mondván egységes joggyakorlat van nemzetközi szinten, ez azonban nem igaz, és egy ellenkező tendencia van, ugyanis több európai példát láthatunk a mentelmi jog eltörlésére vagy korlátozására. Például az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi a mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségre vonástól. Hatodik pontként kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom az esetleges más állampolgárság nyilvánosságra hozzatalát már a képviselő jelöltek esetében. Ezt a javaslatot már be is nyújtottam most a szuverenitás védelmi törvényhez kapcsolódóan. Holnap fog szavazni róla az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága a többi választási reformot célzó javaslatunk részletes vitájával és szavazása mellett erről a kérdésről is. Azt gondolom, hogy ha az összedi beszédet említettem az előbb, akkor említhetünk egy másik miniszterelnök jelöltet, Márki-Zay Péterről, csak az előválasztási győzelme után, tehát a miniszterelnök jelölté való megválasztását követően vált nyilvánossága, hogy kanadai állampolgársággal is rendelkezik. Tehát megtörténhet, hogy megválasztanak valakit akár kormányfővé, és utána derül ki, hogy hello, én egy másik ország állampolgára vagyok. Ez egy elképesztő
tapasztalás Márki-Zay Péter kapcsán, ami miatt törvénymódosításra van szükség. Ezért is nyújtottam be, hogy már jelölt se lehessen az, aki nem nyilatkozik erről, tehát módosítanánk a törvényt annak érdekében, hogy a képviselő jelölteknek kötelező legyen nyilatkozniuk. Kezdeményezzük továbbá 7. pontként a közvetlen államfőválasztást, tehát a nép általi megválasztást támogatjuk, nem csak a főpolgármester jelölt esetében, Karácsony Gergely minden riogatásával ellentétben a Mi Hazánk Mozgalom igazságosabb, arányosabb választási rendszert kezdeményező előterjesztésében sem szerepelt a főpolgármester választásának megváltoztatása. Ellenben kezdeményezzük, hogy az államfőt, a köztársasági elnököt is a nép választhassa közvetlenül. Továbbá 8. és 9. pontként javasoljuk a politikai kultúra javítása érdekében, hogy minden pártnak kötelező legyen választási program készítése, illetve miniszterelnök jelölti vita vállalása. A politika és a közbeszéd színvonala sajnos ugyanis egyre romlik, egyre kevésbé a magyar emberek mindennapjait érintő javaslatokról szól, sokkal inkább a személyeskedő sárdobálás jellemző a politikára. Ebben a Fidesz felelőssége kimagasló, hiszen még egy formális választási programmal sem tisztelik meg a választókat, illetve élen járnak abban, hogy nem csak miniszterelnök jelölti vitákat nem vállalnak, de ennek nyomán a képviselő jelöltjeinek is rendre tiltja az ilyen vitákon való részvételt. Ezek helyett közpénzből, milliárdokból folytatnak demagóg kormánypropagandát. És végül 10. pontként választási reformjaink keretében javasoljuk a média kiegyensúlyozottságának megteremtése érdekében a média tanácsban a kormánypártok mellett végre az ellenzékieknek is helyt adni paritásos alapon, tehát egyelő számban kellene, hogy jelen legyenek a médiát ellenőrző legfontosabb testületben, a média tanácsban kormánypárt és ellenzéki delegáltak, vagy akár civilek is. A korábbi joggyakorlat ugye az volt, hogy a média tanács jogelődjében, az ORTT-ben minden parlamenti pártnak lehetett delegáltja. A jelenlegi törvényesített választási csalás tulajdonképpen az, hogy a választásokat talán leginkább meghatározó médiabeli kiegyensúlyozottság nem történik meg. Az ennek felügyeletére megbízott médiatanács a füle botját sem mozdítja. Körülbelül hasonló jogsértése ez, mint hogyha nem csak a médiát ellenőrző legfontosabb szerben, hanem a választások tisztaságát ellenőrző legfontosabb szerben, a választási bizottságokban is csak a Fidesz delegáltjai kapnának helyet. Itt még szerencsére nem tartunk, de a médiánál már sajnos bevezették ezt az elképesztő gyakorlatot, ezért a média kiegyensúlyozottsága érdekében is első lépésként helyet adnánk az ellenzéki szakértőknek is a média tanácsban, természetesen szavazati, döntéshozatali joggal, hogy a médiatörvényben elvileg előírt kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét természetesen elsőként a közmédiában, de egyébként a törvényi előírás szerint minden tévében, rádióban is biztosítsa, akár szankciókkal is kikényszerítse a média tanács. Ez a 10 pontos reformjavaslat, tehát a Mi Hazánk Mozgalom újabb csomagja. Szeretnénk, hogyha egy társadalmi vita elindulna ezekben a kérdésekben. A szavazati jog írni, olvasni tudáshoz, tehát alapfokú iskolai végzettségéhez praktikusan ahhoz kötve. Innentől kezdve a képviselők visszahívhatóságának megteremtéséig számos javaslatunkat bocsájtunk most egyrészt társadalmi, másrészt parlamenti vitára. Volt ezek közül, amit már benyújtottam korábban, mint például a mentelmi jog eltörlését célzó alaptörvénymódosítás, és volt, amit csak most nyújtottam be a szuverenitás védelmi törvényjavaslathoz, az országgyűlési képviselőjelöltek esetleges kettős vagy még többes állampolgárságának feltárása érdekében. Bízunk benne, hogy ebben az ügyben végre a Fidesz is szín fog vallani, és elvárjuk a kormánypártoktól, hogy most már ne húzza tovább az időt, 24 órán belül foglaljon egyértelműen állást arról is, hogy hajlandó-e, amit napirendre bár beengedett, és ez már ilyen értelemben fél siker, hogy a társadalmi parlamenti vitája elindult, de hajlandó-e valóban legalább megszavazni azt a határozati javaslatot, aminek aztán a végrehajtása egy újabb kérdés lesz, annak érdekében, hogy az igazságtalan, aránytalan, antidemokratikus országgyűlési választási rendszert megváltoztassuk, mely jelenleg és az elmúlt évtizedben
2010 óta úgy biztosít a Fidesznek kétharmados parlamenti többséget, hogy egyetlen egyszer sem kapott kétharmados választói felhatalmazást, soha nem ért el a választásokon kétharmados eredményt, sőt, volt, hogy 45% alatt, többször 50% alatt végzett, éppen ezért indokolt, és nagyon örülünk, hogy egy olyan társadalmi nyomás van most már a kormányon, ami, ahogy 2010 után előbb-utóbb kikényszerítette a politikusi álláshalmozás tilalmát is, bár kezdetekben a javaslatomat leszavazták, és hosszú időn keresztüli nyomásgyakorlás kellett ahhoz, hogy a politikus bűnözés törvényesített formájának, hogy valaki országgyűlési képviselő és polgármester volt egyszerre, véget vessenek. Ez hosszú küzdelem volt, most talán egy hasonlóan hosszú küzdelem indult el, de most már megállíthatatlanul az országgyűlés napirendjére is került, és az országgyűlés igazságügyi bizottságában holnap lesz a részletes vitája azoknak a kezdeményezéseinknek, amelyek már napirendre kerülhettek, illetve újabb javaslatként szintén holnap dönteni is fog, legalábbis első fokon az bizottság, végső soron plenáris ülésen lesz döntés az országgyűlési képviselők esetleges kettős-hármas állampolgárságának a nyilvánosságáról is.